Rendezettebb, korszerűbb parkolókat és jó járható minőségi útburkolatot kapott a Béketér Erkel Ferenc utcai szakasza. A Béketér felújítása is elkezdődött, ezt több ütemben tudjuk megvalósítani, most az Erkel Ferenc utcával tudtunk így első ütemben végezni. Nagyon gyorsan tudták a kivitelezők ezt megvalósítani, köszönöm szépen nekik, és köszönöm szépen a lakók türelmét, akik a viszontagságokat bírták és a kibejárásos nehézségekkel megküzdöttek. Megérte türelmesnek lenni, hiszen az eddigiekhez képest jóval komfortosabb lett az útszakasz, és parkolni is könnyebben lehet. Amikor a vasúti fejlesztés elkezdődik, az intermodális, akkor nem lesz parkoló mögötte. Tehát nekünk kell valamit biztosítani, hogy ne itt elromlik az utcákat. Az Erkel Ferenc utcában nincs szükség számottevő parkoló bővítésre. A vasútállomás fejlesztése miatt azonban az utcával szomszédos területen fognak a Murvárs parkolóhoz hasonló ideglenes parkolót kialakítani. A terület mellett található régi garas területét azt a város megvásárolja, és ott parkoló kerül majd kialakításra. Ezzel kapcsolatban még lesz lakossági fórum az itt lakókkal, hogy egyeztessünk, de én úgy látom, hogy itt a parkolási problémák nem olyan nyomasztóak. A körzetben folytatódnak a felújítások. Hamarosan befejeződik a Deák Ferenc utca. Jövőre tervezik az Erzsébet utcai lakótelep és a tér teljes felújítását, illetve a Béketéren is folytatódnak a felújítások.